látsz valamilyen normát, valamilyen értéket, értékrendet képvisel, illetve közvetít, ha csak onnan indulunk, hogy föl kell kérni valakit, hogy kommunikálni kell, hogy igen, férfi és nőnek a szerepéről beszélünk benne, milyen normákat közvetít a néptánc? Most, hogy már mindent szabad tulajdonképpen, és a tradicionális viszonylatban nem szabadott semmit, hiszen csak a tánc alkalmával találkozhatott a fiú meg a lány, akkor érinthették meg egymást. Tehát egészen más jelentése volt, hogyha netalán egy picit szorosabban fogták egymást, vagy kicsit lejjebb csúszott az ember keze. Ma már ennek nincs jelentősége tulajdonképpen, hiszen bármit bárkivel, nyilván aki engedi, azzal meg lehet csinálni, de a tánc közben ezekre nincsen lehetőség. Mert annyira tisztelet, tehát a tánc megkívánja azt a fajta tiszteletet a férfi és nő között, ami evidencia. Tehát én azt gondolom, hogy már alapjáraton ez egyfajta értékrend, és az alázat, az egymás iránti alázat, hogy te figyelsz én rám, én figyelek te rád, mert a kettő akkor működik. Hogyha ez valahol nincs egyensúlyba, akkor nem működik a tánc, hiszen a tánc tulajdonképpen egy harmónia. És akkor is azt gondolom, hogyha nem is annyira összeszokott pár találkozik a táncházba egymással, hanem csak kinézek magamnak valakit, mert tetszik, vagy láttam, hogy az előző táncba ügyes volt, akkor is az alkalmazkodó képesség, vagy készség, ami szükséges ahhoz, hogy tudjunk együtt táncolni, ezek olyan fajta alapnormák, ami tulajdonképpen egy picit, én azt gondolom, hogy a mai világban elsikkadtak. És az, hogyha ezt a táncházban heti szinten gyakorolod, vagy itt az iskolában napi szinten tanulják a gyerekek, egyfajta tartást ad nekik az életben. Értékeket közvetít a néptánc szerinted? A kultúra megőrzését mindenképpen, tehát hogy folytassuk azt, amit az öregek elkezdtek, és hogy szeressük, amit csinálunk, mert szerintem ez mindenképpen egy olyan dolog, ami sokszor hasonlítjuk az élsporthoz a fizikai megterhelése miatt, viszont nem feltétlenül a verseny a célja, hanem az, hogy együtt érezzük jól magunkat benne. Feltétlenül meg kell említenem azt is, hogy ebben a korban nagyon sokszor van egy ilyen szakadék kicsit a fiúk és a lányok között, amit viszont a néptánc remekül átível, mert megtanuljuk azt, hogy érjünk egymáshoz, egymás testéhez, anélkül, hogy ez bármilyen zavart okozna, mert már azzal kezdődik, hogy meg kell fogni egymás kezét, egymás derekát, és ebből nincsen ilyen kínos szituáció, mert ez a velejárója, és ez sokkal jobbá teszi ezt a fiú-lány viszonyt is. Néptánc a természetességen alapul, és mindenféle dolgot tulajdonképpen ledob magáról. Ez is a következő lépését az embernek az életben, amikor nem ezzel foglalkozik, én azt gondolom, hogy visszahat. Tehát, vagy legalábbis én hiszem, és szeretném, hogyha így lenne. Tehát egy olyan fajta illem és szabályrendszer van, amit nem tanítasz, hanem egyszerűen úgy beleívódik ez alatt az idő alatt, míg ide járnak az iskolába, és ha már ő bennük benne van, akkor valószínűleg az ő gyerekében benne van. Az ő gyerekében, tehát és így ezért mondtam, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen körforgás. És én azt gondolom, hogy ezért érdemes csinálni. Hát igazából, tehát ez egy szerintem egy időutazás is. Tehát egy kicsit visszamegyünk abba a világba, amikor ez természetes volt. Tehát a párkapcsolat, például a párválasztás, tehát abból állt, hogyha jól megtáncoltatta, akit szeretett volna kiválasztani, és akkor az nagyon fontos volt régen, hogy táncolnak,
hogy táncolhat a lány, az a férfi. Persze fontos volt a háttér is, hogy, hogy hány holt földje van, vagy jószága, stb. De azért az első benyomás ez volt. Legfeljebb a szülők nem engedték, de, de az őszinte párválasztás az így alakult ki, hogy akkor jó megtáncoltatja. És az a mai napig így van, tehát ha valaki szeretne valakivel megismerkedni, a táncházban valakit kinéz magának, akkor az oda megy, és akkor minél többször próbál jól megtáncoltatni. Tehát ez a lényege. Hogyan lehet ezzel az eszközzel élni, kommunikálni? Hát ez az, amit nagyon nehéz megtanítani, mert van, akinek egyből ráérez arra, hogy mit is akarnak velem közölni, de hát azért erre vannak praktikák, pontosan a gyerekjátékból adódóan vannak olyan helyzetek, amikor már megtanulja a tartás, ellentartásnak a mechanikáját, a bizalom, hogy biztos, hogy meg fog fogni olyan bizalomjátékokkal. Tehát ennek vannak ilyen előkészítési szakaszai, és ahogy tanulod a táncot, és példával mutatod, akkor tulajdonképpen leutánozzák. Úgy kétféle, mi többnyire mimetikusan tanítunk, ahogy mi is tanultuk, tehát mutatjuk előre mindig azt, hogy hogyan kell, mit kell, elmondjuk az érzetet, hogy mit kell, hogy érezzenek, megpróbáljuk őket olyan példákat mondani nekik, amiben beleéreznek. Táncolunk velük, és akkor ráéreznek esetleg azokra a fortéjokra, amit mi már kitapasztaltunk, de ők életkorukból adódóan még nem tudják. Beszéltetek arról, hogy az egy dolog, hogy tánc technikát elsajátítunk, de végül is ezt már nem mondtátok, de én valahogy kihallottam belőle, hogy ahhoz, hogy valaki tehetséges táncos legyen, nem elég a tánc technika. Mitől lesz valaki mondjuk tehetséges néptáncos? Milyen jellemzői vannak? Rendkívül fontos, hogy jó ritmusérzékkel rendelkezzen, jó koordinációs képességgel rendelkezzen, és nyitott legyen mindenre. Tehát, hogy itt ebbe az iskolába is ő néptánc tagozatra jön, de neki ugyanolyan nyitottsággal, ugyanolyan intenzitással kell elsajátítani a klasszikus balett elemeket, a modern elemeket is, a step technikát, tehát egy rengeteg, sok minden kell ahhoz, hogy ő a táncban tehetséges legyen. De nyilván kell egy belső indítatás arra, hogy ennek az elméleti hátterét is magáévá tegye, hiszen abból, ha csak a mozdulatokat, a mozgásokat tanulja meg, de nem olvas utána, hogy egy tánc milyen, vagy egy tánc művész, mitől lesz művészet, és mitől maradok csak táncos. Azért ez egy nagyon keskeny mesdje. A táncos szerintem az, aki a mozdulatokat elsajátítja, a művész pedig ezt olyan magas fokon gyakorolja ki, amit belső aurával, egy belső és külső aurával tud még megtetézni, illetve egy olyan olvasottsággal, táncos intelligenciával alátámaszt, hogy hiteles legyen. Hát gyakorlatilag az a lényeg, hogy tudom közvetíteni a táncot. Ugye meg lehet tanulni mindent, tehát szoktam is hangsúlyozni, tehát ha megtanuljuk a mit, de hát igazából a lényeg az a hogyan. Hogy el lehet sajátítani tényleg, és akkor lehet, hogy csak egy ilyen száraz mozgás lesz belőle, mint egy torna vagy valami, de ahhoz kell az a belső
kisugárzás, hogy az úgy jön le színpadon, és akkor tényleg az azt teszi művészetté szerintem. Fontos szerintetek oktatni a néptáncot, megismertetni a fiatalokkal, átadni mindennek a technikai és a plusz tudását, amiről az előbbiekben beszéltetek. Egy, hogy ez alap szerintem, hogy tehát a gyerek tudja a saját kultúrájával tisztában legyen szerintem a tánc, tehát ez a népi dolog, a népzene, néptánc, énekek, meg ehhez tartozó szokásvilág, szerintem ennek alapnak kéne lenni valamilyen szinten, ha nem is természetesen nem olyan szinten, ahogy itt folyik az iskolában, de valahogy ez hozzá kéne, hogy tartozon az életünkhöz, hogy tehát azt mondjuk, ugye, ha egy népnek megszűnik a kultúrája, akkor azzal megszűnik az a nép is. Tehát ezért tartom fontosnak, hogy ezeket kell tanítani a tánc meg a mai világban. Tehát olyan keveset mozognak a gyerekek. Régen a városi gyerek grundokon fociztak, stb. A vidéki gyerekről nem kell beszélni, az egész nap szaladgált, vagy dolgozott már fiatal korától kezdve. Tehát egyre több mozgás kéne a gyerekeknek. És hát ha a mozgás, akkor a foci is persze minden, meg a torna, minden fontos, de hát akkor a tánc az meg igazából szerintem, mert az egy szórakoztató dolog is, és mozog is a gyerek, mert arról nem beszél, hogy a saját kultúráját ápolja és viszi tovább, tehát használja. Néptánc segíthet abban is, hogy egy adott kultúrát megismerjetek? Mindenképpen, mert a Kárpát-medencén belül is rengeteg különböző műfaja van a magyar néptáncnak, és mindenhol mást táncolnak a különböző tájegységeknek, más a tánc stílusa, és abból megismerhetjük igazából az ott élő embereknek a személyiségét is. Nagyon sokszor ez együtt jár a habitussal, a habitus megismerése, és ez más kultúrákban is ugyanúgy van, tehát hogyha bármelyik másik kultúrának megnézem a néptáncát, akkor nagyon sok mindenre tudok következtetni belőle. Tehát ez egy olyan dolog, amit az öregek, vagy akik 100-150 éve éltek, azért kezdtek el, mert ez egy jó formája volt annak, hogy kikapcsolódjanak, pihenjenek, egy kicsit kilépjenek a hétköznapjaikból, ugye, ami általában földműveléssel, nehéz fizikai munkával telt, és a népzenére megszületett a tánc. Ami természetesen jött belőlük igazából, tehát nem gondolkodtak rajta, és jó érzés valahogy ezt megtanulni és azonosulni ezzel az érzettel, hogy jól tud esni a tánc, nem kell mindent úgy megtanulni vagy bemagolni, mint egy más műfajban esetleg. Másik tévériportban hallottam, hogy az interjú alany mondta, hogy néptánc nagyhatalom vagyunk. Igen, azt gondolom, hogy néptánc nagyhatalom vagyunk, és a világon mindenfele csodálják, hogy itt milyen szélesen az egész társadalomban jelen van a néptánc, a tánc először is, és azon belül a néptánc. Nyilván az, hogy a 70-es években lejött a színpadról a tánc a táncházakba, az együttes, az amatőr együttesekbe, és nem csak a koreográfiákon keresztül betanult sémákat táncoltak, hanem önkifejezésnek is használták, szórakozási formának, és ezáltal ez a
forma, azt kell mondom, hogy forma, tehát itt most nem a táncházra értem, hanem az, hogy anyanyelvi szinten tanulják meg a táncot magát, és nem kötött folyamatokat, ezáltal egy felszabadultság érzést ad, és az ember vágyik mindig a szabadságra. A megfelelő keretek között. És ez keretet is ad, hiszen ott van a matéria, a táncnyelv, viszont azon belül úgy használod azt, amennyire te akarod. És ez nem véletlen, hogy a japánoknak annyira tetszik ez a fajta módszer, és szinte már a 70-es évektől járnak ki, főleg Timár Sándor, hogy őt megtanítja azt a társadalmat, akik olyan komoly szabályrendszerben él, és akkor találkozik egy ilyen formanyelvvel, egy mozgás, zene, tánc, ének, szabadság, hát persze, hogy él vele. És én azt gondolom, hogy ezért fontos az, hogy meglegyen. Az, hogy hogyan oktasd, mivel már nincsenek a természetes közegek, tehát a falvakban nem jellemző az, hogy tradicionális formában létezzen a tánc tanulás, a tánc áttanítás, hiszen ott apáról, fiúra, nagyszülőről, unokára szállt a tánc tudás, illetve a táncos szórakozási formában tanulták meg, vagy gyerekjátszókban. Ezért kell tanítani, hogy mindenki hozzájusson, aki akar. Említetted, hogy más a mezőségi, más a széki, más a kalotaszegi tánc, illetve a jellemzői. Mik a különbségek, mik az egyezőségek, miben más ez a háromfajta táncrend? Szék mezőséghez tartozik. Tehát ha annak az egyik legegyszerűbb táncos formája tulajdonképpen, mert ott a fő motívum a páros forgás, nem jellemző, illetve nincs karalatforgatás, míg mezőségben az egy tágabb, a reneszánszkori udvari táncoknak a hatására vannak ezek a kifordulós táncok. Az egy lazább formula, kalotaszegnél pedig megint egy zártabb forma van, de ott nem is a páros tánc csúcsosodik ki, hanem a legényes. Az viszont az ugrós legényes családba tartozik, és azt mondjuk, hogy az a férfi táncoknak a gyöngyszeme, azt cifrázták annyira ki, hogy aki legényes tudott táncolni, az nagyon jó táncos volt. De mondom, a háromnak a nehézségi fokát, hogyha így nézem, akkor a széki a legegyszerűbb, de egyben a legnehezebb. Mert a legegyszerűbbet a legnehezebb táncolni. Északmezőségi falu Kolozsvártól keletre, északkeletre. Ez volt az első olyan falu, aminek a táncanyagát széles körben elkezdték tanítani, és egy igen archaikus és régi táncról van szó, mert Szék falujáról érdemes tudni, hogy egy nagyon zárt közösség. Nem nagyon engedtek be senkit és semmit tulajdonképpen, és viszonylag sokáig nagyon régi és formában tudták megőrizni a táncaikat. Ez ritka és egyedi, ott mezőségen belül is, ezért is kell megkülönböztetni a széki táncrendet úgy általában a belső vagy középmezőségi táncoktól, mert azt azért érdemes megjegyezni, hogy a mezőségi és kalotaszegi, tehát a Kolozsvár környéki erdélyi táncok nagyon népszerűek a táncház mozgalomban, és a mai napig akár melyik pontjára az országba elmegy az ember egy táncházba, biztos, hogy találkozik a székivel, a mezőségivel és a kalotaszegi táncokkal. Ez így volt nálunk is egyébként. A késői órákban már, ahol főleg a felnőttek maradtak aktívabbak, ott mindig előkerült a széki tánc is oktatás szinten is, illetve sokan már szabad táncban is tudták improvizatívan használni a megszerzett tudásukat, vagy a táborban, vagy máshol.
Mai műsorunk szakértője is Birinyi József népzenész, népzenekutató, és hát mezőségen belül arról a térségről beszélünk most, ami a táncházak szívének mondható, ez pedig Szék. Miért mondhatjuk a táncház mozgalom szívének kezdeti kiinduló pontjának pont Széket? Mert hogy hagyományosan Széken létezett a táncház, mint elnevezés és szórakozási forma természetesen, de nem csak a hely szimbolikája, hanem a hely hangulata és az ottani közvetlen élő folklór, ami hát szinte máig még tetten érhető, és azért tanulják, ápolják. Táncház találkozókon, vagy a szezonnyitó táncházakon, vagy a táncházakban általában ugye a széki az a fő menüben szerepel. Nem a legkönnyebb táncok, természetesen fantasztikusan kimívelt, ugye nagyívű táncrendről van szó. De azért ez akkor él, hogyha a 20.-21. században a mai fiatal, vagy a mai táncoló, zenélő, előadó egyénisége is valamiként benne van. És a táncban is ez jellemző, és hát fantasztikus ez a módszer, ahol a aktívból, tehát ami a közösségen belül volt, a neofolklorizmusban, az új népzenei, néptánc új hullámban, népművészeti új hullámban kis számú aktív és nagy számú passzívra bomlott szét ez a funkció. A táncház volt az, többek között egyik forma, meg a közös éneklés a páva körében, ami újra aktív-aktívá tudta tenni. És itt azért megvannak azok a szabályok, ami szerint mondjuk a különböző neműek közeledhetnek egymáshoz. És ez egyfajta belenevelődési sort is jelent, a viselkedés mintát is jelenti, ami ugyanúgy az iratlan törvényeinkhez tartozik, és a tartásunkhoz tartozik szintén. Nem azt jelenti, hogy ezt kötelezővé kell tenni. Élményt kell adni mindenkinek, hogy érezze meg, álljon be egy mezőségi táncházba, járja, először csak hallgassa, magával fogja ragadni az egész, a virtuózitása, a zeneisége, a fennkölt hangulata, a stílusa, a tartása, fantasztikus dolog. Meg kell próbálni mindenkinek, aki még nem tette, aki tette, annak meg már nem kell beszélni róla, azt csinálja. Hagyományok felelevenítésében, megismerésében továbbra is dr. Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató lesz segítségünkre. És hát most Luca napjához közeledünk. Érdekes, hogy így advent, karácsony, Mikulás napja között egyszer csak jön egy ilyen boszorkány üldözés, egy boszorkány riogató nap. Hogyan került ez ide a naptárunkba, és mit kell róla tudnunk? Megint csak arról van szó, hogy rövidülnek a nappalok, és tulajdonképpen a Gergely-féle naptárreform előtt ez volt az év legrövidebb napja, amit úgy gondolták, hogy tele van mindenféle veszéllyel. És a veszélyt a boszorkányokban találták meg, és hogy azok ilyenkor erőre kapnak, és mindenféle kárt okozhatnak. Kevés olyan napunk van, ahol ennyi hagyomány lenne, hihetetlenül sok. Ami engem a legjobban érdekel, és ami a legkülönlegesebb, hogy Lucától karácsonyig 12 nap van, és ezt a 12 napot, mint a következő esztendő 12 hónapját fogja fel a hagyomány. Gondolj csak a Luca ágra, amit ugye ugyanúgy, mint Borbálakor vagy Katalin napkor a lányok virágoztattak ki, vagy a Luca búzára, amivel a jövő év termésére próbáltak jósolni és odafigyelni. Vagy a hagymakalendárium. Vagy a hagymakalendárium. Na most nem beszélve a Luca székéről, amit ebben a 12 napban kellett elkészíteni. Luca naptól karácsonyig, különböző fákból, nem volt szabad beletenni semmiféle fémet, tehát nem volt szabad összeszögezni, csak fával lehetett összeilleszteni, és erre a Luca székére a kíváncsi legény föláll a templomba, és akkor állítólag meglátja, hogy ki a faluban a boszorkány. Onnan látták meg, hogy az illetőnek a fején szarvakat lehet látni, állítólag. Na most a boszorkány is látja, hogy valaki figyeli, és ezért aztán rohanva menekülnie kellett a Luca székével együtt, amit el is kellett égetnie. Ennek ellenére a múzeumokban vannak Luca székek, és maga után pedig mákot szórni, hogy a Luca fölszedje a mákszemeket. Az, hogy miért kéne fölszedni a mákszemeket, ezt nem tudom. Minden esetre ez is egy érdekes dolog. És az is érdekes, hogy itt is
megjelenik a tánc, ha bár néma táncról beszélünk, amikor a lucenapi fehérleples alakoskodás történik. Mit kell erről pontosan tudnunk? Miért táncolnak olyankor némán azok, akik beöltöznek? Ugye van, ahol férfiak öltöztek be, van, ahol nők öltöztek be, ez is változó volt. Ez megint csak ennek a legrövidebb napnak és az elijesztésnek. És itt is belejátszik az egyház annyiban, hogy ezek a fehérleples utcaalakoskodók megimádkoztatták a gyerekeket, meszelővel mentek be a házhoz, vagy söprűvel mentek be a házhoz, és van, ahol még most is élő hagyomány Észak-Magyarországon. Tehát ma is járnak ezek a fehérleples utcák. Hát jó lenne, hogyha ez a hagyomány elterjedne, vagy tovább élne. Köszönöm szépen, hogy a Lucenaphoz kapcsolódó hagyományokkal megismertettél minket, a nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! Készült a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.